Az új országgyűlés és a leendő kormány legitimációja minden vitán felüláll, jelentette ki Áder János köztársasági elnök kedden az új parlament alakulóülésén. A 199 fős parlamentben a Fidesz-KDNP 133, a Jobbik 26, az MSZP Párbeszéd 20, a Demokratikus Koalíció 9, az LMP 8, az Együtt egy mandátumot szerzett, további egy képviselő függetlenként dolgozik, és ugyancsak egy képviselője lesz a magyarországi németországos önkormányzatának. Kecskemét két országgyűlési képviselője bizottsági posztokat is betölt majd. Zombor Gábor a Népjóléti Bizottság alelnöke lesz, míg Salac László az országgyűlés törvényalkotási bizottságának alelnöke. Bács-Kiskun megye még egy politikus kinevezése vonatkozásában érintett a most induló ciklusban. A kormánynak ugyanis tagja lesz honvédelmi miniszterként Benkő Tibor vezérkari főnök, aki pályája kezdetén hosszú ideig a Kiskunhalasi 36. páncéltörő tüzérezred parancsnoka volt.